Jó reggelt, Vietnám! De miért így köszönök, amikor csokoládé és csak tortál de akkor se fogom újra kezdeni a videót. Na, csokoládé és traktorkerékként kellene köszönnöm, de nem úgy köszönök, mert buta vagyok. Jó. Oké, gyerekek. Adjunk egy kis hangerőt. Rája. Rája. Várjál, hol van a hangerő? Nincs a hang. Ezért írtátok, hogy nem halljuk a gépeket. Na gyerekek, el kéne vinni akkor ezt a garázspontos autót. Föl vitézek a csatára. Ez mi? Ja, Warburg. Ja, nem szó, te ott vele Warburg. Fel kéne vinni ide. És föl kéne szabadítani a garázst. Azért, hogy utána akkor legyen nekünk jó dolgunk a világban. Ja, volt egy intro, mi? Hát jó van, na, csinálok már jobbat is. Most ezt így összeütöttem, mert úgy gondoltam legyen. Ja, mit kell nyomnom? F1. Ne! Sötétedik már idegint. Hú, de hangos ez a jármű. Remélem most meg nem hangos. Mi figyelj, de nem indul el. Nem indul el egy jégen. De arra kell figyelni, mert be van szakarozva a jég, úgyhogy arra készüljetek, hogy nagyon nem akarunk meghalni, de oda ott is be van türedezve, Nem szakad le, hallod? Halljatok már, ne? Ne szórakozzál. Hogy kell bepörgetni az időbe? Már régen játszottam ezzel, te. Hunka. Skip night. Most már van olyan, hogy skip night. Ne haragudjatok, utálok éjszaka vezetni. Még nekünk, nektitek se lesz jó, mert beleesek mindenhova. A vészbe. Az meg mi olyan, mint egy kipufogó lógnak, de nem az. Hallod? Ez egy kicsit veszélyes móka lesz. Moka? Aj, te fiú. Épp hogy elfér, vagy épp hogy beleesünk a vízbe. Hagy gázza! Hát ez... A pótkocsi! A puha testű pótkocsi! Gyerekek, baj van, várjál! Ne bántsatok, gyerekek! Ne legyen a nevem Keeper, ha nem oldom meg. Gyerekek, nincs veszve semmi, higgyétek el! Higgyetek nekem, hogy nincs veszve semmi! Keeper ezt úgy megoldja, mint a shit. Lehet, hogy nem. Simán megoldom, gyerekek, nincs gond. Be voltatok szarva, mi? Nem kell. Szeretek veszélyesen élni. Hova vagyunk kikörve, basszus? Nem látni ebbe a kavalkádba. És tényleg nem látni, hol van? A víz alá kötöttünk ki, hallod? Mi vagyunk mi? Lehorgonyoztunk? No problemo! Jaj, pótkocsi. Nehogy már a pótkocsi a jég alatt megy. De igen, gyerekek, hogy pótkocsi két hátsó kerekebe van szakadva. Szakadozva. Várjál már. Kigyűrni az akár, hogy is, de ki fog gyűrni.
Nekünk ezt a garázs pontot, ezt el kell vinni, hatodik, ha szakad. Na, úgy látom, inkább kezd szakadni. Az igen, hogy ég alatt van, hallod a hátsó kerekek. Ez van baj. Ha ezért gondoltam egyébként, ezt le lehetne talpalni, ezt a cuccot. De ezt nem lehet letalpalni? Én úgy emlékeztem. Csak le lehet engedni. Ja, mert ez nem olyan persze, ezt nem lehet letalpalni, ez nem mozgatható. A gyerekek, baj van, bajok nem kicsik. Figyelj, oda odébb fogok, és akkor még egy kicsit vonok magamon, ha tudok. Nem tudom, azt nem tépi ki azt a fát. Meg kéne indulni egy kicsit, talán kijönne onnan a víz, attól, vagy abban vízok, vagy kijön a vízből, akkor már ugye a jég alól is ki fog jönni. Aha, bajok lesznek gyerekek. Csak oda tudok fogni, nem véletlenül fogok oda, csak azért, mert oda tudok. Gyerekek, nagy problém. Nagy a baj. Most tudom, filózok, mit tudnék csinálni. Én egyébként arra gondoltam, hogy azt tudnám csinálni, hogy hozok valami nagy dögöt. Hát azt tudom csinálni, gyerekek. Hozok valami iszonyat brutál gépet. Ugye? Nem csak. Gondolom, vágjátok, hogy melyik lesz az iszonyat brutál gép, amit hozni akarok. Azt adjál neki, Sanyi, gyorsan lemegyünk az úton. Hát annyira nincs messze, tényleg nincs messze. Annyi, hogy ezt akkor kiokézzük. És ezt megpróbáljuk kirángatni vele, jó? Ez tipikus hófogságá... Nagyon a hófogságában vagyunk, gyerekek! Tetszik egyébként, komolyan mondom, halljak meg. Halljak meg, Moré, ez nagyon bejön ez a játék. Jó, egyébként tudom, hogy... Most nem akartam oda rákat ide. Tudom egyébként, hogy ezt kicsit felöltlenül oldottam meg, de azért az is hülyeség, hogy... Jó, van üzemanyagunk is, úgyhogy ezzel tudok veretni. De az egy kicsit baromság, hogy bemegy a jég alá. Nem hülyeség, mert amúgy bejönne. Csak nem jól oldották meg a fizikát. Valaki írta, hogy micsoda dolog, hogy a fagy van, meg be van fagyva a víznél, hol a sár meg ugye taposható. Hát, most ez így van, ennyi gyerekek. Remélem, itt át lehet menni. Jó, oké. De nézzétek meg például itt, például a Wartburggal nem süllyedtünk el. Ezzel meg simán elsüllyedünk, mert ugye ez jóval nehezebb. Úgyhogy szerintem most... Persze, lehet mondani, hogy a fizika nem tökéletes, de hát szerintem nem rossz. Egyébként az érdekes, hogy ennek egy ilyen kettéosztott fülkéje van. Ugye, két oldalt van külön. Ez azt hiszem amiatt van. Sőt, még ennél jobban kettéosztott fülkék is vannak, hogy középre ez egy ilyen rakéta hordozó volt talán, és akkor középen ugye legyen hely a rakétának. Egyébként, ha zajokat hallotok odakint, akkor az történik, hogy valami parkolót építenek éppen itt a... Itt vannak az utcán a munkások. Eljöttek hozzánk... Milyen olvaz, úristen hallod? Egy ilyen kerékből kijön egy kis poszki. Kis poszki... Lada. Jó, lekecselünk gyerekek, ezt megpróbáljuk kirángatni. Arra is gondoltam, hogy lefogunk, de nem. Dupla géppel csak le lehet izélni, rángatni onnan. Jó lesz az gyerekek, megyünk ezzel, mint az iszonyat. Hát figyeljetek, ha ez nem húzza ki, akkor semmi, meg ezt a kirovecet is ki tudom kapni, ha úgy van. Mindjárt ott vagyunk, jó? Hallod, bement a izé jég alá a kerékni. Nem tudom, mindig oda nézek, azt közben, hogy ott vagytok-e.
Hiába kapcsolok retteltesnek, jogosabb egy jobban egyébként. Ja, írtátok, hogy ezt a reklám csikor ezt itt tűntesse be elé, de be nagyon zavaró. Hát bocsánat, kívánok. Beveszem a kagyat, rugató a zavart, és már indulok is. Ja, hát figyelj, meg az, aki ugye írta, hogy hát lehetne jobb a fizikáját, meg a mapnak, mert ugye sár van, meg... De itt, figyelj, itt például meg van fagyva, érted? Valahol meg jó, oké, gyűrődik a hó, meg a sár, hát persze, hogy gyűrődik, miért ne gyűrődne? De ahhoz képest ezt érted, ez egy olyan emberke csinálta, egy modder, aki mondjuk olyan, mint te vagy én, leült ott volt, csinált magának egy, meg nagy közönségnek egy havas mapot, szerintem baromira jól sikerült. Annyi, hogy ugye itt ezeken a részeken a sár az valóban képlékeny, ennyi erővel ugye meg is lehetne fagyva. Az mi van ott be, baszod? Ja, lumber mill van ott. Hát de mi van ottan? Megnézzük. Ja, itt a retteltes semmit nem ér. Jó, ez azért nem kéne sehova bepottyanni. Ott van a izé, ott az Wartburg. Wartburg az valami vár, ugye? A Wartnak a várja. Burg az nem valami várt jelent? Most hol vagyunk már, Jama? Itt van. Abba az irányba. Ott van, ott a gép a... Próbálok nem belevenni most a... ezek blékekbe. Viszont csúszik óvatosan. Ja, majd írtátok, hogy drifteljek a jége, hát lesz az is. Tudko. Jó, de betolatok mindjárt, azt kirángatom ám. Figyeljetek, ha törik, ha szakad annak a garázspontnak, el kell jutni. Hogy csúszik a kerék? Ennek a garázspontnak el kell jutni a célba. Ha helikopterre visszük el, akkor is. Úgy akarok állni, hogy lefele húzzam. Úgyhogy jó közel ráfogok. Gyere, gyere. Gyere, 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 gyere. Még, még. Oké. Okay. Oké, az is beindul, ugye? Gyerekek, ha szétszakad az a pót, akkor is jön. Ez az. Megjött. Rohadjál meg, innen már nincs izé visszaút. Nem megyünk mi a garázshoz. Jelöljük már meg. Mindjárt kikapta, mi a nagy mozg. Mondta én itt, ez nekünk nem ilyen kis pitypürítjek. Jó, hát igen. Célozhattam volna jobban is, hogy nem megyek bele az izébe, legnagyobb dzsuvába. Rúgnak ám a kerekek a jégen? Az a baj ugye, hogy rúgnak, elcsúszik oldalra verde. Ja, most már visszamegyünk vele. Kiro meg itt rohad meg, figyeljetek, azért hagyom itt, mert úgyis vissza tudom ugrattatni majd, tudod. Bundi! Bundi megírt videó alá, mondta, hogy ő is szereti ezt a mapot, kíváncsi vagyok, hogy én hogy oldom meg. Hát én elég extrém módon úgy látom. Tök jó látni a medret, hallod? Ott alul. Most figyelj, ez egy baromi jó map. Én láttam olyan map kezdeményeket, magyar emberkék is próbálkoznak mapokat csinálni, hát van egy flat map, aztán van három forajt, meg egy-két dolog, az csá. Meg ilyen foltokba sarakat rakott. Hogy ezzel sok munka van, én el tudom képzelni, hogy mennyi lehet. Te egy-egy fát leraksz meg, amit az is meddig tart. Pat! Jó, hát bocsi, hogy így megyünk. Ha biztosra megyünk meg, akkor már mozzal vissza kecselek, érted most. Annyira mindegy. És nem tudom, az két garázspontot ér, vagy négyet. Nagyon régen játszottam Speed Dios-t. Mudrunner meg... Már nagyon... meg még régebben.
Tök jó egyébként, hogy ott maradnak a nyomok. Nagyon szeretem a fizikáját abban izének, Spin Tires-nek. Múltkor néztem egy live-ot, azt írt hozzá egy srác, nem is tudom, a Farm Dynasty volt vagy valami, hogy jó, ilyen jó fizika, föld fizikát akkor látta utoljára, mint Spin Tires-be. Ezt ilyen nagyon ratyi volt. Hát ilyen benyomódott a föld a traktor alatt annyi, de ilyen tök statikusan. Semmi köze nem volt a traktorhoz. Nem csak le volt scriptelve, a traktor megy fel, te benyomódik a föld, érted? Értitek, mire gondolok? Viszont hogyha nincs garázspont még, akkor vigyáznom kell a járművekre, ugye az benne a pláne. Összkerék diffit kikapcsolom ilyen aszfaltos utakon, mert csak nem kell. Gyerekeket jó kóricolni kell lefel. Jó van itt. Szerintem a most lerakjuk, és átszállunk a másikba. Fölöslegesen megyünk itt már két géppel. Régebben ilyen félpótkocsis garázspontos cucc nem volt, ami vitt garázsot is, meg javításpontot is. Pörgetem a kamerát, vidd a trágyaszórót. Mint buzi az szállt, tudjátok. Ja, az veri. Karácsonyfa van mindenhol, ruszkiknál, meg vörös csillag már rajta. Azt a betyáros. És az a baj, az ember nem számít arra, hogy gyakorlatilag beszakad a hóba. Pedig azért lehetne számítani rá, hogy 20 tonnás jármű beszakad a hóba. Na nézzük. Halleluja! Azt hiszem Mazlin van. Feladottuk a garázs, gyerekek, az egy jó dolog. Viszont nézzük meg, hogy hol vannak közelben járművek. Nekünk itt van még járművünk, tudjátok-e? Van például a Trabant, amivel lehet, hogy gyorsan tudnék közlekedni. Meg miért nem próbáljuk ki. És itt vannak wedgepointok, amiket fel lehetne szabadítani, mert akkor már ugye fel kéne az összeset. Összkerekes Trabant imádni való. Megnézzük a belsejét is. Gondolom akarjátok. Ó, hát ez már izé kormányos, tudjátok, az a szivacs kormány, nem? Hasonló legalább, nem pont ugyanaz, de jó ez. Ki lehet hajolni? Jaj, ezt mindig elfelejtem. De tök jó, meg ki is könyököl, beszarsz. Mert az előbb ette visz... Ja, nem, valami mozdult. A gyerekek, nagyon széles felni, kilóg, ne szórakozz, megbüntet a rendőrke. Na gyerekek, merre akkor? Hova merre? Arra. Kenjünk neki, gyerekek. Votó rendszámmal. Na. Azt a betyár, gyerekek, rendesen ugrik a verda. Szása alig fér el benne, az NDK csodába. De akkor már ne is Szása legyen a neve, hanem legyen Jürgen, vagy Hans. Hans Regenkurt. Legyen a nevünk Hans Regenkurt. Gyalog kimegyek, azt el is latyogok oda a hóba, de vicceljél már. Hát jó van, lehet, hogy feladja leckét Trabinak ez a dolog. Menj már, na! Húzlak hátba. Kicsit nagy a hó. De nagyon jó a hó textúrája. Jaj, de jó. Na nézzük. Full station semmi egyébként nincsen, ott van, ott egy C3, hát... Jaj, de nagyon gyönyörűséges dolgok vannak itt, gyerekek, nagyon gyönyörű dolgok vannak itt. Viszont... Rabarna, ezt van itt egy wedge point még. Mondani is el kéne menni, valahogy el kéne jutnunk. Trabival. Merre van ez? Várjál már.
Ja, ott jelöli arra. Hoppa, megáll a hó tetején, ahol keményebb. Hol lenne beindít, gyors, gyors, gyors menetre, indulj be! Ja, a kéziféket behúzta közbe. De azért, elhúzza balagát, mi? Gyerekek, ez jó. Ez jó, kijöttünk ebből, ó, de jó. Azért a Trabant az nem rossz, persze nem négykerekes verzióból. Én nem hiszem, hogy valahol építettek négykerek. Figyeljetek, biztos belinkeltek egy olyan Trabant, ami az kerekes, mi? De egyébként Kenny beágja nagyon. Azt a betyár, hogy megy, hallod? Nagyon, nagyon, nagyon csapatja. Nagyon megy egyébként a sárba, hallod ez? Mi izé camping kerekeken. Nem is megy, ez izé úszik. Ekkora sárba már izé kellene, ilyen hajócsavar. Ha jó, ha nem jó. Van az a vicc, tudjátok. Moricka, mondjál olyan... olyan szót, ami benn van a hajó is. Meg a béka is. Mondja neki, hogy béka poda. Tudom, ha jó, ha nem jó. Nem akartam elmondani. Oda nézzetek, jég lesz az! Ne szórakozzál! Jég! Hát ez nagyon adja, gyerekek. Jeges a dolog. Most itt azért fart szállítani nagyon izé, epik lesz. Ha? Itt izéni kell. Visszacsúszok kézifékkel, ne viccelj. Ez jó lesz. Adjál neki! Megtapadt talán oldal, te. Kéne engedni. Az az, jó volt oldalt. Hallod, nagyon meg van csinálva jegesen. Itt például nem megy fel semmi szerintem. Itt mindenképp valahogy fel kell vontolni. Ez jó volt, ez jó. Tetszek. Tetszek a dolog. De aztán megugrik ám, mint a hortilóval, amikor izé van. Olyan szituáció. Most nézzük már körül, mi van itt. Ja, itt van lenni, jó. Na, hát, itt nem kéne lemennem. Hát maradjunk az úton. Gyerekek, ez dől a kanyarba, mint a izé, motorbicikli. Azt a petyár. Hogy megindul ez? Ó, Jézus Mária. Ne, és félek. Jég volt, hallod? Egy ilyen kanyarba kellene ilyen jég azt így berepülni az erdőbe. Ott a jég a. Semmi hirtelen mozdulat. Csak hogy kell eljutni a Lumber Millbe? Mert itt van, szerintem itt fel kéne menni. Ezt jó lenne felszabadítani, nem? Teljesen jól adott Robant, szeretem. Jó, az a baj pici a kerekkel, azt a alacsony a hasmagassága. Ezt végig, gyakorlatilag végig gyaluljuk az egész izét. Tájat. Na, ez talán keményebb az a rész. Na, ott keményebb a francokat. Csak úgy tűnik, csak be van havazva, nincs kitaposva. Nem nagyon megy, várja. A rettenetes betettem neki. Meg nem eszik sokat, nem? Az a baj, fehér ugye display. Na, ott lesz valami. Amikor egy kicsit gyorsabban mész, akkor valahogy valamikor megáll a hó tetején. Vagy a havas sár tetején. Ah, de jó néz ki ezt le. Hol van a izé? Ott van. Fűrésztelep. Próbálok eljutni arra mindjárt. Torony iránt. Gyerekek, mit ide izé Audi Quattro, nem? Meg izé X-Drive.
Trabant. Izé méteres hófal alatt hagy maga után. Gyerekek, egyszer odaérünk? Hát próbáljuk meg egy izért. Így. Na, annyi. Mennyi gyerek, verest. Uff, Istenem. Hát ja, van itt tüzé, van itt küzdelni való. Ó, azt a betyár, még mindig van egy csomó. Azt mondom, azt a C, azzal kellene. Csak ez ugye pont. És ezt elviszem innen. Viszont ezt nagyon szeretem, ezt a járművet. Nem látom a izét. Oké. Okay. Ez kerék difizár, mi marom ezt a járművel, gyerekek, ennek dobsz egy rettenetest. Úgy megy, mint az őrült. Ezzel egy kicsit így felszabadítgatok. Nem tudom, mennyi üzemanyag van, van benne bőven. Megyünk egy kicsit urallal is. Múltkor pont egy ilyen urat láttam, jöttem Győrből Zalába. Bazd, mondom, megállok, hallod. Gyönyörűséges. Na itt ez rendesen el van szigetelve ez a rész. Itt rendesen el van, olyan érzésem van, mint hogyha olyan el lennék vezve. Itt be vannak dőlve a fák. Az oda feelinghez. Na nézzük. Aha, ott egy C2-t föltös. Gyerekek, aa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 
ki, hallod? V8? Ó, pokolba is V8. Na, meg az összkedék, meg a lifi. A verődik. Mondjuk neki mindjárt megint hűzi, sötétedik. Este 8 van. Nem, nem jó az. Megnézhetjük sötétbe egy kicsit a mapot. Egyébként a Kroz ugye sokkal nagyobb, sokkal erősebb, mint az Ural. De mégis egyébként az Ural az valahogy jobban fekszik. Még múltkor Bundival is erről beszéltünk, hogy valahogy az jobban bejövős. Régen egyébként Kroz, nagyon Kroz party voltam. Ez változott a játéknak a mechanikája, kicsit az Ural az előnyre tetszett. Talán pont annak köszönhetően, hogy fürgébb, mozgékonyabb, mint a Kroz. Nem olyan nagy dög. Nézzük egy belsőt így. Ó, azért valóságban itt menni, hallod? Lehet, hogy egy kicsit parázna, hogy nehogy bedögöljön a Kroz. Már nem hiszem, hogy olyan előfordulhat. Ha nagyon jó, nagyon jó. Éjszakai vezetés így jó. Na, nem fogjuk átlépni az éjszakát, gyerekek. Így jó. Belső nézetbe. És még nincs éjszaka. Ott a fát megyünk a fák között. Egy belső nézetes részt lehet, hogy kéne veretnünk, gyerekek. Jó, megvan ez is. Aha, itt nem tudom, hogy mennyire lehet átkelni, de lehet, hogy sem mennyire. Mondjuk meg kéne nézni, mert akkor lehet ott fát szállítani, ugye. Na, gyerekek, tudjátok mit? Várlak be a következő részbe, és köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsubi, csőtészta, nem felejtsem elmenteni, mert megőrülök, ha elcseszem. Sziasztok!
igazolja, és néhány gyereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes, Ikarusz a kaszni, a Taurusz a gumia, ha-ha, de megy ez az ifa.